vezetést. Egy pár szót mondanék magamról. Amint látható, Szalka Leventének hívnak. Van egy távcsőboltom, www.maxotov.hu címen elérhető a távcsőbolt. Ebben a minőségemben már elég sok gótumechanikával volt dolgom. Bevallom, elsősorban a belépő kategóriás, mondjuk úgy olcsó kínai termékekkel. Előadásom is elsősorban ezekre épül. Tehát itt a profi high-end, meg professzionális obszervatórium a mechanikákhoz nem tudok hozzászólni. Valószínűleg azok is hasonló elven működnek, mint amikről most beszélni fogok, de arra nem szándékozok kitérni. Ahogy Attila is említette, kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert a májusi Meteorban megjelent most egy cikkem. Bevallom, az előadás erre épült, tehát azért vagyok nehéz helyzetben, mert nem akarom egy az egyben ugyanazt előadni, sokkal inkább megpróbálom egy kicsit kibővíteni, hát ha tudok még újat mutatni, újat mondani. Igyekszem még több képet, még több információt elmondani, ahhoz képest, mint ami a Meteorban megjelent. Most itt ezt a go-to mechanikát már többször említettük. Igazából én még nem olvastam exakt definíciót erről az elrendezésről, erről a működésről. Én próbáltam megalkotni ezt a kifejezést. Lényegében egy olyan motoros vezérésű mechanikáról van szó, ami mindenféle, mondjuk így emberi beavatkozás nélkül képes megtalálni az objektumokat. Tehát nekem nem kell csillagról csillagra ugrálgatnom, hogy megtaláljam most az NGC 4631 erő galaxist, ami el van bújva mondjuk a vadászebek csillagképnek az egyik sarkában, hanem szépen megadom a katalógus adatot, és a mechanika automatikusan megtalálja. Most azért ezek a mechanikák jelenleg még nem olyan zsenik, hogy én kihajítom az udvarra a mechanikát, ahogy esik, úgy puffan rögtön utána működni fog. Szükség van egy betanításra, tehát valamiféle intelligenciát, kezdőlökést azért meg kell ezeknek a szerkezeteknek adni. Mik a betanításhoz szükséges adatok? Hát legelőször is tudnia kell szerencsétlen mechanikának, hogy most éppen melyik évet írjuk, van, hány óra van, a Földön hol helyezkedem el, tehát a földrajzi koordinátákat meg kell adnom. Ezt manuálisan be tudom pötyögni a kézi vezérlőbe, de a profi szerkezetek már egy GPS-vevő segítségével le tudják kérdezni. Ez a GPS-vevő akár egy beépített szerkezet is lehet, ami a mechanikába be van építve gyárilag, vagy pedig utólag csatlakoztatom egy kábel segítségével. No, a mechanika betanítása az következőképpen történik. Addig előveszem a kézi vezérlőket. Bevallom, egy kicsit az elkészülés lemaradt, ez a része lemaradt. Hoztam 2 darab kézi vezérlőt, ez a mechanikának a kézi vezérlője, mindjárt ezekről is egy pár szót fogok mesélni. A betanítása következőképpen történik, úgy, hogy említettem, hogy meg kell adni bizonyos alapinformációkat, földrajzi szélesség, hosszúság, dátum, idő, stb. Ezt követően történik a szűken vett betanítás. A betanítás során 1, 2, 3, esetleg 4 referenciapontot én megadok a távcsőnek, és ezt követően ezekhez a referenciapontokhoz képest fog tudni beállni bármilyen objektumra. Most a betanításnak az első lépése sok esetben abban úgy kezdődik, hogy én északi irányba állítom a mechanikát, és akkor ahhoz a ponthoz képest fogja az első csillagot beállítani. Nem mondtam, talán érdemes megemlíteni, hogy mind az azimutál és mind az ekvatoriális szerelésű mechanikák képesek automatikusan megtalálni a későbbiekben az objektumokat. Ez a helyzetünkben most, vagy jelen pillanatban ez most nem annyira lényeges. Annyiban lényeges talán, hogy a betanítás hogyan kezdődik el. Az azimutális mechanikák esetében nekem annyit kell tennem, hogy vízszintesre állítom a tubust, és becélzom vele az északi irányt. Ez a kiindulási pozíciója, vagy magyarán home pozíciója, de sem volt helyesen magyar. Ekvatoriális mechanikáknál meg annyit kell tennem, hogy szépen a vízszint függőlegesbe állítom az ellensúlytengelyt, és a távcsővel becélzom a pólust. Ezt követően a kézi vezérlőből én ki tudok választani egy csillagot, hogy most melyik legyen az első referencia csillag, mondjuk legyen az Arcturus az esti égbolton. Ekkor a távcső szépen rááll az Arcturusra, és nekem nincs más dolgom, mint a kézi vezérlő segítségével pontosítani a ráállást. Ezt meg kell csinálnom akár 2, 3 vagy esetleg 4 alkalommal, és ezt követően a mechanika kalibrálta magát. Mi történik ilyenkor? Ha több csillagra betanítom, akkor a
különböző apró eltérésekből a kézi vezérlő ki fogja tudni számítani, hogy én mennyire térek el az ideális északi pólustól, mennyire nem vagyok vízszintesben, mennyire nem párhuzamos a távcsőnek az optikai tengelye a rektatengellyel. Tehát egy csomó ilyen eltérést fog kihozni úgy magában. Tehát ezt nem fogja nekem megmondani, hogy ennyire meg ennyire eltérek, hanem csak egy eltárolja a belső tároló helyeiben. Ez azért lényeges, mivel a későbbiekben, hogyha objektumra állok, akkor ezeket az apró eltéréseket figyelembe fogja venni. A zárójelben odaírtam, hogy ez a fajta megoldás mind a elterjedtebb SkyWatcher méd és Celestro mechanikák esetében működik. Természetesen nem csak ez az egy módszer van arra, hogy a mechanika betanítsuk a mechanikát. A Celestron kifejlesztette az úgynevezett SkyAlign megoldást. Betetszik jönni? Oké. A SkyAlign megoldást. Most ez gyakorlatilag a kezdőknek készült. Azért a kezdőknek, mivel nem kell megtanulni, hogy melyik az Arcturus, melyik a Vega, melyik a akármilyen fényes csillag. Egyszerűen fölnézek az égre és kiszúrok 1, 2, 3 fényes csillagot. Szépen egymás után manuálisan kézivezelő segítségével rámozgatom a távcsövet arra a 3 csillagra, és a mechanika kitalálja, hogy melyik volt ez a 3 csillag. Van egy másik megoldás a betanításra, ez az úgynevezett Level North technológia. Ezt a MAID fejlesztette ki. Ezt az azimutális mechanikáinál használja. Ez a következőképpen működik. Kis túlzással én kihajítom az udvarra a távcsövet, bekapcsolom, és akkor elkezd szöszölni. Mi történik ilyenkor? Szépen a beépített különböző elektronikája segítségével megnézi, hogy a vízszintestől mennyire tél el, van benne beépített mágneses érzékelő, meg fogja tudni határozni, hogy merre van észak, és miután elszöszölt egy 3-4 percet, beállít 2 referencia csillagot. Itt már nekem csak annyi a dolgom, hogy ezt a 2 referencia csillagot pontosítom, hogy ott legyen a látómező közepén. A legeslegújabb technológia, ami szintén a MAID-nek a nevéhez fűződik, az még ezen a megoldáson is túlment. Ezt az úgynevezett light switch technikának hívják, hát magyarul nem tudom, hogy lehetne lefordítani. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy én bekapcsolom a mechanikát, és akkor mindent automatikusan elvégez. Helyettem nekem csak karosszékben kell várnom, hogy befejezze a betanítást. Ugyanis van benne egy beépített kamera ebben a kis szerkezetben, a mechanikában, és gyakorlatilag helyettem megnézi, hogy mennyire pontosan állt rá arra a referencia csillagra. Későbbiekben majd mutatok erről is egy képet, erről a mechanikáról. No, a kézi vezérlő, mutatok 2 is, ezek a kézi vezérlők. TV távirányító méretűnek írtam a cikkben, talán nem tévedtem olyan sokat. Ez a Celestronnak a Nexar kézi vezérlője, ez a SkyWatchernek a SceneScan kézi vezérlője. A MAID-ét most éppen nem tudtam elhozni. Ezek a kézi vezérlők tulajdonképpen pici kis számítógépként funkcionálnak, elég sok feladatot látnak el. Például a motoroknak a vezérlését is elvégzik. Tehát a motoroknak a vezérését is elvégzik. Vannak itt szép kis nyilacskák, ezzel tudom a távcsövet lefele, fölfele, jobbra-balra mozgatni, illetve ekvatóriás mechanikán a rekta és a deklinációs tengelyeken előre-hátra, úgymond. Tehát ez vezéli egyrészről a motorokat. Másik feladata pedig, hogy van benne egy jó kis katalógus, több tízezer objektum adatát tárolja. A harmadik pedig, hát vannak egyéb segédfunkcióik, amik gyakorlatilag a felhasználhatóságát növelik meg ezeknek a mechanikáknak. Nézzük meg egy kicsit részletesen ezeket a funkciókat. No, a GoTo mechanikák azok eléggé tág sebességtartományban képesek navigálni. A legkisebb sebesség sok esetben félszeres csillagsebesség. Ez így elsőre meglepően kevésnek tűnik, aki esetleg már használt gyakorlatban a mechanikát, de ha fotózásról van szó, akkor bizony elég sűrűn ez kell. A maximális sebesség a mai, mondjuk így amatőr mechanikáknak 3-4,5 fok, esetleg 5-6 fok is lehet bizonyos modellek esetében. A motorok a mechanika esetében lehetnek szervomotorok és léptető motorok. Talán egy pár szót is mesélnék, mert ez a Meteorban nem jelent meg, talán itt most egy kicsit több lehetősége van erről beszélni. A léptető motorok nagyon egyszerűen működnek, van egy vezérés, és akkor megmondja a motornak, hogy lépjél 1, 2, 3 vagy 256-ot, akármennyit. A léptető motorokról annyit érdemes tudni, hogy alapvetően úgy működnek, hogy teszem azt egy fordulatot hány lépésből tud megtenni. Tehát mondjuk 360 fok ugye egy körbefordulása a motornak, vannak a 180 lépéses motorok, amik gyakorlatilag annyit csinálnak, hogyha egyet kell lépni, akkor 2 fokot lép a motor.
Így gyönyörű szépen ki lehet számolni, hogyha én mondjuk ismerem a mechanika áttételeit, mondjuk 10 fokot akarok odébb menni, akkor a léptető motornak hány darab lépést kell megtennie ahhoz, hogy ez a 10 fokot lelépje. A másik típusa a motoroknak a szervomotor, az gyakorlatilag nem tudja a lépéseket úgy közvetlenül elvégezni, hanem az megy, lép, és akkor amennyi ideig mozog, annyi ideig áll rá az objektumra. Most nyilván azért szükség van arra, hogy tudjam, hogy mennyit mozgott el a mechanika, ezért a következőt szokták csinálni. A motor tengelyére egy úgynevezett encodert szerelnek. Nem tudom, szedte már itt a fiúk közül szét valaki a számítógépes egerét. Ha valaki már szétszett, akkor láthat, hogy van benne gyakorlatilag egy tárcsa, egy korong, aminek a szélén lyukak vannak így körbe. Gyakorlatilag a szervomotoroknak a tengelyére egy ilyen encoder van szerelve. Ez ahogy forog, van egy LED, ami átvilágít a lukakon, és ezáltal impulzusokat kelt. Ezekből az impulzusokból lehet kiszámolni, hogy mennyit lépett odébb, úgymond a motor. Ez a szervomotoroknak a működése, mindenféleképpen egy encoderre van szükség, hogy tudjuk, hogy mennyit fordulnak el. Mind a két megoldásnak van előnye, hátránya. A szervomotorok esetében van lehetőség visszajelzésre, hogy teszem azt mondjuk, ha valami hiba történt, akkor a kézi vezérlőnek vissza tud szólni, hogy oppá, valami gebasz van, csináljunk valamit. A léptető motorok esetén sajnos nem igazán van erre lehetőség, hogy a kézi vezérlő értesüljön a hibáról. No, a motorok vezérése történhet az AutoGuider porton keresztül is. Ezt igazából a fotósok értékelhetik nagyra, ilyenkor gyakorlatilag nincs másról szó, mint hogy egy külső forrásból, mondjuk egy számítógépből, vagy egy akár egy speciális kamerából a mechanika jeleket kapjon, és akkor korrigáljon nagyon finoman a mozgásán. No, a kézi vezérlőben található egy adatbázis is, ami több ezer objektum adatait tárolja. Általában a kezdő, úgymond áruházi mechanikák esetében 4000 objektum van beletárolva a kézi vezérlőbe. A legújabb, legprofi mechanikák esetén akár 100 000 objektum is lehet a kézi vezérlőben. Most nem kell megijedni, hogy ez baromi nagy szám. Ez általában úgy néz ki, hogy van a Messier katalógus, ami relatíve nem egy nagy mennyiség, 110 objektum, ugye Attila? Messier katalógus. Van az NGC katalógus, ami szintén néhány ezer, 10 000 nagyságrendű objektum. Maradék általában mindenféle SAO csillagocskát takar. Szerintem nem sok embernek van szükség, hogy az életében a SAO 12567-es csillagot beállítsa, megvan rá a lehetőség. Illetve sok esetben a kézi vezérlők lehetőséget biztosítanak, hogy én eltároljak egy általam kedvenc objektumot az adatbázisában. Meg tudom azt például csinálni, hogy én otthon a szobában fölprogramozom a kézi vezérlőt, kitalálom, hogy este milyen objektumokat szeretnék megnézni, és akkor azokat szépen végignézem. Vagy akár mondjuk egy üstökösnek az adatait is eltárolhatom. No, azért nem csak ennyiben merül ki a kézi vezérlő, ha már ezek viszonylag intelligens számítógépek egy csomó más funkciót megvalósítanak. Lehetőség van periodikus hiba korrekcióra. Itt megint arról van szó, hogy a mechanikának az esetleges pontotlanságait ki tudom küszöbölni periodikus hiba tanítással. Nem akarok most ebbe részletesen belemenni, lényeg az, hogy a SkyWatcher és a MADE mechanikák támogatják ezt a funkciót, a Celestron sajnos nem. Ő a Celestronnak a kis kézi vezérlője. A másik a hibernálás funkció. Ez egy nagyon hasznos funkció. Ha betanítom a mechanikát, előfordulhat, teszem azt, hogy én nem akarom még egyszer ezt a következő este eljátszani, akkor annyit kell tennem, hogy hibernálom a mechanikát, és legközelebb, mikor hibernálom, akkor meg kell adnom az aktuális dátumot, és akkor onnan folytatom tovább a munkát. Ha nem hibernálom, hanem egyszerűen csak kikapcsolom, és a következő este bekapcsolom a mechanikát, akkor be kell újra tanítani. Nem olyan vészes ezt a 2-3 csillagos betanítást, 2-3 perc alatt el lehet végezni. További hasznos funkciója a mechanikáknak a precíz gótuzás. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha mondjuk nagyon-nagyon pici a CCD chip, amivel dolgozok, és arra kell mindenféleképpen a kiszemelt objektumnak rákerülnie, akkor nem történik más, mint első lépésben a kézi vezérlő rááll egy közeli csillagra, fényes csillagra, azon tudom a beállítást pontosítani, ezt követően pedig a kiszemelt célobjektumra átmotorozik, átmegy. A Celestronnak nagyon hasznos funkciója a pólusállás pontosítás. Ilyenkor gyakorlatilag arról van szó, hogy a esetleges pontatlanságokat, tehát hogyha nem pontosan álltam pólusra, le tudom kérdezni, hogy hány fokkal térek el a pontos pólustól, és akkor szépen a mechanikán be tudom állítani a pontos pólusnak a helyzetét. A MADE kézi vezérlője talán az a legintelligensebb, vagy legnagyobb tudású jelenleg a piacon.
az amatőr mechanik, amatőr kézi vezérlők között. Ki tudja számolni például, hogy egy adott objektum mikor kell, mikor nyugszik, akár egy okulárnak a nagyítását ki tudja számolni. Hát ilyen hasznos funkciók vannak benne, én még az életben nem használtam, de hát ha valakinek erre szüksége van, akkor meg tudja tenni a kézi vezérlőnek a segítségével. Milyen előnyökkel jár a gótumechanika használata? Van egy mondás, nem tudom, ki találta ki, egy éjszaka többet láthatunk egy ilyen gótumechanikával, mint Galilei egész életében. Remélem ezzel nem gyalázom meg szegénynek az emléke, de tényleg nagyon praktikus. Az ember 2-3 perc alatt betanítja a mechanikákat, és akkor utána pillanatok alatt meg lehet találni bármilyen objektumot. Én már nagyon rászoktam ezekre a műszerekre, úgyhogy én már borsodzok a hátam, hogyha manuálisan kell valamit megtalálni. Bevallom, nem esek kétségbe, ha csillagról csillagra kell ugrálnom, de azért macerás egy térképet elővenni, zseblámpával megnézni, ugrálgatni csillagról csillagra. Szóval én már bevallom, elkényelmesedtem, lehet, hogy a korral jár. Azért bevallom őszintén, van egy-kettő objektum, M13, meg az ilyen tényleg kommerszebb objektumok, amiket valóban kézzel könnyebben be lehet állítani, mint ahogy a motorra áll, de azt mondom, hogy 10 objektumból 9 esetében az a motoros állás gyorsabb tud lenni. Vizuális megfigyelőknek lényegében ennyi a legnagyobb előny. Fotósok számára is azért kínál nagyon sok plusz dolgot egy ilyen go-to vezéréses mechanik, egy úgymond fapadoshoz képest. Ugye van benne egy motoros vezérés, ez tényleg elengedhetetlen, hogyha én fotózni szeretnék. A további előnye, hogy amit nagyon használ az ember, legalábbis amikor én egy picit fotózgatok, az az autoguider port. Ilyenkor gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye a távcsőmechanikák elkészítése csak bizonyos toleranciával lehetséges. Azaz nem követik teljesen pontosan az égboltot. Egy picit mindig előre szaladnak, picit mindig lemaradnak a csillaghoz képest. Ezt korrigálni kell ahhoz, hogy az ember pontosan tudjon fotózni. Hogyha nem korrigálná a felvételeket, akkor egy ilyen fél perc, egy perces nagyságrendű expozíció alatt bizony szép csíkhúzós felvételeket kapok. Az autoguide-olás gyakorlatilag annyit jelent, hogy egy külső segítséggel, egy kamera segítségével én mindig nézem, hogy a mechanikám mennyire tér az ideális pozíciótól, és ezt korrigálom. Nagyon pici kis korrekciókat kell végeznem, ezt az autoguider porton keresztül tudom a legegyszerűbben elvégezni. Fotózás során szintén nagyon fontos, hogy akár egyszeres csillagsebességet is tudok használni. Ez mondjuk nagyon hasznos, ha egy pici csipre kell ráállítanom egy bolygót. Aki már esetleg webkamerával fotózott, az észrevehette, hogy a félszeres, egyszeres csillagsebességek is igencsak szükségesek, hogy pontosan középre tudjam állítani az objektumot. Van még ezen túlmenően számítógép csatlakozási lehetőség a kézivezérlőkön. Nagyon fontos, hogy legtöbb esetben nem közvetlenül a mechanikába csatlakoztatom a számítógépet, hanem a kézivezérlőbe. Itt van a kézivezérlő alján erre szolgáló csatlakozási lehetőség. Bevallom, kezdetben én is azt hittem, hogy a számítógépet közvetlenül a mechanikára kötöm, de nem erről van szó, hanem a kézivezérlő továbbra is szükséges. Ennek az az oka, hogy amikor én számítógépről vezérlem a mechanikákat, akkor legtöbb esetben csak annyit mond a számítógépes szoftver, a planetárium program a kézivezérlőnek, hogy mennyire az M13-ra, és mindent a kézivezérlő kiszámít, hogy éppen most hol állok, mennyit kell mennem, stb. Még mielőtt a vád érné, hogy ez nem teljesen igaz, mert vannak olyan lehetőségek, vannak olyan megoldások, hogy a kézivezérlőt kiiktassuk. Igen, vannak ilyen lehetőségek, de ezek használata eléggé korlátozott, nem minden mechanika esetében tudom a kézivezérlőt kiiktatni, közvetlenül a számítógépre kötni a mechanikát. De van rá lehetőség, ez a SkyWatcher-nek a színszken mechanikai esetében oldható meg. No, azért vannak hátrányok is, tehát nem fenékig tejfel itt az élet. A mechanikáknak általában eléggé tetemes áramfelvétele van, tehát ilyen kis kézi elem, tehát ilyen ceruza akkumulátorokra, meg ilyen kisebb méretű akkumulátorokra nem tudom működtetni. Mindenféleképpen szükség van valami külső, nagyobb méretű akkumulátorra, ami plusz súly, plusz macera, stb. Tehát ez egyfajta plusz terhet jelent. Ha a 220 voltos hálózatról szeretném működtetni, akkor az a gond, hogy nem mindenhol van 220 voltos hálózat. Elég macerás mondjuk 50-100 méteren keresztül húzni a kábelt, hogyha éppen a rétnek a közepén szeretnék észlelni. A másik probléma, hogy azért ezek, mint említettem, be kell tanítani a pontos működéshez, ez feltételezi azt, hogy az égboltnak a viszonylag nagy részét láthatom. Tehát, hogyha én mondjuk egy lodzsáról, egy erkéről szeretnék észlelni, ahol az égnek csak pici szeletkét látom, akkor nem használható technika, nem tudom annyira pontosan betanítani, hogy rendesen megtaláljon minden objektumot. A másik, hogy
Ugye a kézi vezérlők valamennyire betanulást igényelnek, tehát el kell sajátítanom a használatukat. Ez körülbelül olyan, mint amikor az ember vesz egy videót, hazaviszi, és akkor valahogy csak meg kell tudnia tanulni, hogy hogyan kell használni. Bocsánat, most már DVD lejátszónál tart a technika, tehát nem videó. A másik pedig, hogy magasabb ezeknek az árfekvése. Említettem, hogy ezek ekvatoriális vagy azimutális mechanikákra szerelték ezeket a GoTo vezéréseket. A dobzonokról már egy kicsit szólnék, mert az arra is van megoldás, de az még nem annyira elterjedt. Tehát lényeg az, hogy ezek általában azimutális vagy ekvatoriális szerelésű távcsövek, ami GoTo vezéréssel vannak ellátva. Most itt jelentkezik a gond, hogy ha az ember egy 25-30 cm-es távcsövet szeretne ekvatoriális mechanikára szerelni, vagy akár egy villás, vagy egy azimutális mechanikára, akkor bizony elég horribilis árat kell kifizetni. Sok esetben többbe kerül a mechanika mondjuk egy 25-30 cm-es vagy még nagyobb tubus számára, mint mondjuk mint maga a távcső. Most egész konkrétan most könnyen beszélek, mivel van egy távcsőboltom, és én nagyjából tudom az árakat. Tehát mondjuk egy 15-20-25 centis távcső, ami egy viszonylag amatőr szinten egy eléggé jó használható szerkezet, ez alá még elég megfizethetőnek tartom a mechanikát, durran olyan 200-250-300 ezer forint környékén lehet mechanikát kapni. Hogyha én tovább szeretnék lépni egy 30, nagyisten 40 cm-es távcsőre, akkor ott már a mechanika ára is hatványozottan ugrik, ott már több mint egy millió forintos mechanikára van szükségem. Ennek pusztán az az oka, hogy ugye egy 30-40 cm-es távcsőnek eléggé nagy a súlya. Általában a hosszúsága is elég nagy, ezáltal a mechanikát jelentősen leterheli. Tehát nagy méretű mechanika kell, ami eléggé drága. Tehát igazából most visszatudom azt, egy zárójeles megjegyzést, visszatudom oda vezetni, hogy nem a GoTo vezérés lesz ez esetben drága, hanem a magának a mechanikának az ára. No, eddig beszéltem a GoTo mechanikákról, hogyan működnek, mik az előnyük, mik a hátrányuk. Most az evolúciójukról szeretnék egy picit beszélni. Hangsúlyozom az amatőrök számára elérhető mechanikáknak az evolúciójáról. Nem is olyan régi technológia egyébként, hogyha az ember visszagondol. Az 1980-as évek elején kezdtek el fejleszteni ilyen vezéréseket amatőr mechanikák számára. Amerikában tették ezt igazából népszerűvé, ezt a elrendezést. Talán nem meglepő, hogy Amerika a Schmidt szegvény távcsöveknek a hazája, így ez a kettő technológia eléggé szorosan összefor. Épp itt az egyik barátom, Szebek Kacsi megjegyezte, hogy annyira nosztalgia érzést töltött el, mikor a cikkemet olvasta a Meteorban, hogy annak idején, nem mondom csúnya, nyácsorgatva olvasták a GoTo vezéréses távcsöveket, hogy milyen okosak. Hát mostanában már Magyarországon is elég széles körben ezek elérhetőek. Nosztalgia. Kezdjük a Vixen Sky Sensorral. Ez a japán Vixen volt az első, amelyik a Super Polaris mechanikai számára kifejlesztett egy vezérlést, ami elméletileg képes volt gótúzni. Azért mondom, hogy elméletileg, mert a sebesség eléggé gyatra volt, 0,1 fok per másodperc. A gyakorlatban ez annyit jelentett, hogy az ég egyik feléről a másikra én át szerettem volna navigálni, akkor elmehettem egy kávészünetre, vagy elszívni egy cigit, a képen cigizik, tehát meginni, stb. Körülbelül negyed órába telt, mire az egyik helyről a másikra átmotorozott. Ez bizony eléggé kivárhatatlan volt, úgyhogy nem is tudom, hogy használta-e valaki. Másik pedig, hogy elég szegényes volt a katalógusa. Összesen alig 600-700 objektumot tárol, tehát igazából túlságosan használhatónak sem volt nevezhető. Sikerült az interneten fölhajtanom egy képet, valószínűleg így nézett ki a legelső Vixen Sky Sensor. Annyit kell róla tudni, hogy a mérete az nem egy az egybe, de gyakorlatilag 11 incs, tehát gyakorlatilag 28 cm hosszú volt. Tehát valószínűleg egy ilyen csíkot képzeljetek el, ekkora volt a kézivezérlőnek a mérete. Most mai mechanikák, vagy mai kézivezérlőkhez képest eléggé nagy a méretkülönbség. Akkor még nem volt ott a technika, mint most. Az első mobiltelefonok sem fértek el az ember zsebébe, magával hurcigálta a táskájában meg a kezében. Ugrunk egy pár évet, és egy másik kontinensre, mégpedig Amerikába. A Celestron volt az első, amely kifejlesztett egy viszonylag használhatónak nevezhető GoTo vezéréses távcsövet. 1986-ban jelent meg. Háromféle méretben dobták piacra, 8, 11 és 14 incses méretben.
Mennyire váltsam át ezeket centiméterben, vagy mindenki úgy nagyjából el tudja képzelni, hogy ezek mekkorák. 2,54 a szorzó egyébként az incs és a centiméter között, tehát a 8 incses műszer az 20 cm-nek felel meg. Ezek villásszerelésű Schmidtka szegrény távcsövek voltak. Ugye említettem, hogy a Vixen Sky Sensor milyen lassú volt, most átestünk a lónak a túloldalára bizonyos szempontból, a Celestron Compuestar villámgyors volt, 12 fokot tudott másodpercenként motorozgatni. Most ez bizony elég sok hátránya jár, tehát nehogy azt így az ember, hogy ez most isteni jó volt. Kiforratlan technika miatt gyakran túlment az objektumon. Ment, és hát észrevette, hogy túlmentünk, de mire leállt, észrevette, hogy megtalálta az objektumot, de mire leállt, addigra már túl is futottunk a csillagocskán. Hát a Celestron nem akart itt fejleszgetni, egyszerűen adott egy 2 incses zenittükröt, egy 50 mm-es okulát, jó nagy látómezőm lett ezáltal, és akkor reménykedhettünk, hogy talán abban a nagy látómezőben ott marad a csillagocska. Drága technológia volt, $3500 kértek 1986-ban. Elírtam, 86-ban. Ez nem tudom, mennyivel kellene most szorozni. Szerintem igen, csak $7000 körül lenne most egy 100%-os inflációval számolva. Reális lenne ez, Attila? $7000 lenne most. Ez elég drága még a kinti amatőröknek is. Nézzünk egy képet, hogyan nézett ki, gondolom mindenki kíváncsi rá. Így nézett ki. Most nénit azt nem adtak hozzá, tehát az csak egy dekoráció távcső mellett. Igen, általában annak idején érdemes volt megfigyelni a különböző meteor, tehát a Skyen teleszkóp, illetve az asztronómi hasábjain, hogy a távcsöveket ilyen gyakran nem önmagukban árulták, hanem mindenféle dekorációval, úgy, mint hölgyekkel, illetve urakkal. Hát, hogy sikeresebben vagy nagyobb eséllyel megvették. Most megfigyelhető itt a néni keze alatt a kézi vezérlő is. Erről mindjárt látni fogunk egy képet. Kigyönyököte mindenki magát, mármint a távcsőben. Jó, oké, rendben van. Akkor lépünk tovább. Ő volt a kézi vezérlő. Ez megint nem nevezhető miniatűrnek, 18x24 cm-es méretével megközelítette, továbbra is mutatom, az A4-es papírnak a méretét, tehát ezt kellett az embernek maga előtt tartani az ölében, vagy esetleg a kezében, és akkor úgy navigálni az égbolton. De legalább már 8000 objektum adatait eltárolt ez az adatbázisában. Megnézem a következő diát. Visszamegyünk. No hát, mi lett ennek az eredménye, ennek a projektnek? Sajnos a visszamegyek addig még egyet, hogy gyönyörködni tudjatok a képben. Sajnos nem sikerült igazából a GoTo mechanikáknak a debütációja annak idején, ennek több oka volt. Ugye említettem, hogy nagyon pontatlan volt az objektumra állási pontossága vagy pontatlansága, nem igazán volt teljes egészében használható szerkezet. A másik probléma ezekkel az volt, hogy 1986-ban volt itt ugyan a Héli üstökös, és akkor Amerikában mindenki távcsövet akart venni. Mindenki Schmidtka szegrény távcsövet akart persze venni, de jó lenne, ha itt is az lenne. Tehát mindenki Schmidtka szegrény távcsövet akart annak idején venni, és hát ontotta magából a MIR meg a Celestron a Schmidtka szegrény optikákat, és hát bizony a minőség ellenőrzés akkor igencsak a békafeneke alá került. Magyarán eléggé pocsik optikák is elhagyták a gyártók sorokat. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az emberek csalódtak a távcsövekben, csalódtak a Schmidtka szegrény távcsövekben, hangsúlyozom, ez 86-ban volt, tehát nem most. De a Schmidtka szegrény távcsövek reputáció annak idején egy kicsit csorbát szenvedett, és valószínűleg ez is közre játszott abban, hogy ezek a távcsövek nem igazán lettek sikeresek. Mi történt ekkor? A projektnek volt egy fejlesztője, úgy hívták, hogy Mike Simmons. Gondolt egyet, és akkor átvitt a projektet, a fejlesztéseket egy konkurens gyártóhoz, a Mate-hez. 1992-ben, tehát 6 évvel később jelent meg az LX200 sorozat a Mate fejlesztésében, ami négyféle távcsőméretet tartalmazott a sorozat. Ezek is szintén villásszerelésű Schmidtka szegrény távcsövek voltak, logopédushoz kell járnom, kimondjam. Ez egy áttörés jelentett a GoTo vezérléses távcsövek terén. Kedvező volt az áruk, a 8 incses modellért $1995 kértek, emlékezünk vissza, a Celestron esetében 6 évvel korábban ez $3600 volt, tehát kicsit több, mint a felébe került már csak. Ami szintén nagyon nagy dobást jelentett, hogy kiforrott, jó használható szerkezetek voltak.
Fotósok előszeretettel használták ezeket a szerkezeteket. Manapság a fotózásról nem éppen a villásmechanikák jutnak eszünkbe. Annak idején ez Amerikában eléggé nagy divat volt, hogy ott ilyen szerelésű távcsövekkel fotóztak. Most van egy ilyen PPEC, most káromkodtam egy jót. Ez egy, azt jelenti, hogy be tudták programozni a mechanikának a periódikus hibáját. Gyakorlatilag egyszer felvették, hogy milyen a mechanikának a pontatlansága, azt eltárolta, és a későbbiekben visszatudta ezeket a pontatlanságokat úgymond játszani a mechanika, ezáltal pontosabb volt a csillag követése. Emiatt volt népszerű a fotósok között, hogy betanították egyszer, és ezt követően a mechanika pontossága megnőtt. A katalógus a kezdetben nem volt olyan túl gazdag, 247 objektumot tartalmazott, de a későbbiekben, ahogy a ráncfelvarrásokon átesett a LX200 sorozat, már 64 ezer objektumot eltároltak benne. Hűha, micsoda nagy szám. No, látunk képeket is róla, így nézett ki. A kézivezérlője még mindig olyan szappandoboz formájú volt, de legalább valamennyire már elfért a kézben. Magyarországon is azért ebből a távcsőből több van, legalábbis többről tudok. A Kecskeméten a Planetárium használ ebből egy 10 tolosat, egy 25 cm-eset. Merre van még Attila? Tudsz-e róla? Tudsz-e róla? Kereszti Zsoltak voltak ilyen. Voltak? Egyik a másik után minden egyet cserélte őket. Talán az első a Telapóban jött. Telapóban? Az Fehérváron is van? Megvan-e még az, hogy működik, azt nem tudom, de az országban. Tatabány? Ja, tényleg Tatabány, és nemrég szállt el az elektronikája, azt arra emlékszem. Tehát lényeg az, hogy ez már egy sikeres, népszerű típus volt, látható abból is, hogy Magyarországra is eljutott belőle egy pár darab, bár gondolom horribilis árat kértek annak idején. No, eddig villásszerelésű Schmidt-Cassegrain távcsövekről volt szó. Ez gyakorlatilag nem annyira, olyan szempontból nem rugalmas, hogy gyakorlatilag az egybeépített távcsövet tudom használni. Nem volt rugalmas arra, hogy én most bármiféle távcsövet rá tudjak szerelni a mechanikára. Felmerült az igény, hogy én bármiféle távcsövet rá tudjak szerelni. Erre pedig a legalkalmasabbak mondjuk az ekvatoriális mechanikák. A MID fejlesztette ki nem sokkal azután, hogy az LX200-at a piacra dobta. Hát kezdetben a saját apokromatikus távcsöveit árulta ezzel a mechanikával. A későbbiekben Schmidt-Cassegrain távcsöveket is rápakolt. Mindjárt látunk majd képet is róluk. Ez az LXD650-750-es sorozat, ez nem volt egy igazán sikeres sorozat. Félig meddig azt mondom, hogy ennek egyrészt az volt az oka, hogy a villás mechanikák voltak annak idején úgymond divatban, és akkor így a MID nem igazán foglalkozott ezeknek a mechanikáknak az elterjesztésével. Másrésztről pedig kicsi pontatlanok voltak, tehát nem voltak annyira pontosak, mint az LX200 műszerek. Gondolok itt arra, hogy nem volt annyira pontos az objektumraállási tulajdonságuk, nem volt annyira pontosak pontosan megmunkálva a mechanikai alkatrészeik, tehát nem követt annyira pontosan az égboltot, így igazából azt nem mondom, hogy kudarc volt, de nem volt annyira népszerű ez a mechanika, LX650-750 mechanika. Képeket is mutatok róla, hogy ne legyen ilyen száraz az előadás. Ilyen szép kis mechanikák voltak. Most a méretükről annyit érdemes tudni, hogy igen nagy méretűek voltak. Az LXD750 az a EQ6 mechanikánál is egy vagy két kategóriával nagyobb volt. Talán itt, aki így ismeri az amatőr távcsöveket, az EQ6 mechanikákat is valamennyire ismeri. Az igen csak egy 20-25 kilós szerkezet, hogyha az ember csak a mechanikát meg akarja emelni. Hát gondolom ez még nagyobb óriások voltak. Látható, hogy az LX200 sorozattal a MID araposan learatta a babérokat, gyakorlatilag a Celestron kezéből úgymond kiesett az irányítás, valamit neki is azért alkotnia kellett, hogy a Pixisbe visszakerüljön, így nagyon csúnyán megmondva. Hát dolgozott is egy olyan mechanikán, amit baromi nagy hírveréssel harangozott be, csomó újdonságot akartak megjelentetni. Hát 1996-ot írunk, tehát 4 évvel már a MID után, az LX200 megjelenése után vagyunk. Mik voltak ezek az újdonságok? Periódikus hibamentes kialakítást ígértek. Ugye szó volt arra, hogy a fotózás során nagyon-nagyon fontos, hogy precízen tudjam az égboltot követni. Erre mindenféle trükkök vannak, a periódikus hiba korrekció, akkor a külső autoguider porton keresztüli vezetés. Hát ők rögtön azt mondták, hogy az ő mechanikájuk nem fog periódikus hibával rendelkezni. Ezt még a mai nap sem sikerült ilyen mechanikát a piacra dobni, tehát látszik, hogy egy kicsit utopisztikus volt
az elképzelés. A másik, a mechanikák azokat úgy tervezték megalkotni, hogy van bennük egy szökhelyzet távadó. Ez a következőképpen működik. Említettem, hogy a mechanikák ugye léptető motoros vezérléssel működnek, vagy éppen szervomotorral. Ez azt jelenti, hogy a mechanika kézivezérlő, tehát a mechanika kézivezérlője az mindig nyilván tartja, hogy hol van éppen most a távcső. Ha én fogom magam és kirögzítem a tengelyeket, és hipsz-hopsz elállítom bárhova, akkor el fogja veszteni a kézivezérlő a szinkronitást az éggel. Tehát ő azt hiszi, hogy én továbbra is az M13-ra mutatok, de én voltam olyan gonosz galád, és átállítottam az M57-re. Hát végülis magamat szivatom meg, de lényeg az, hogy a kézivezérlő nem tudja, hogy hol állunk, nem fogja tudni megtalálni a későbbiekben az objektumokat. A szökhelyzettávadó ezt a hibát, vagy ezt a megoldást hivatott úgymond továbbfejleszteni. Minden egyes pillanatban le tudom kérdezni, hogy hol áll a mechanikám. Ha ez így van, akkor én gyakorlatilag nem meg tudom azt csinálni, hogy szépen kirögzítem a tengelyeket, bárhova forgatom, a kézivezérlő mindig tudni fogja, hogy hol áll a mechanika. Mai napig sem létezik olyan amatőr mechanika, ami ezt képes lenne megcsinálni, tehát itt megint látszik, hogy a Celestron egy kicsit túlságosan sokat akart, és gonoszan mondhatom, sokat akar a szarka, de nem bírta a farka. No, a sebessége pedig 10 fok per másodperc lett volna, ami szintén egy kicsit túlmutat a mai mechanikáknak a tulajdonságain. Félig meddig sikerült csak ezeket a terveket beváltania, nem igazán terjedt el a piacon az Ultima 2000 távcső. Erről is mutatok majd mindjárt képet, csak nem fér egyszerre mindenki a monitorra. 1996-ban jelent meg. Ha visszaemlékezünk évezred utolsó éveire, akkor nagyon sok híradás ment a J2K pugról. Most magyarul elmondom arról, hogy ha évezredet váltunk, akkor minden meg fognak hűlni a számítógépek, meg fog hűlni mindenféle adatnyilvántartás, mert ugye sok esetben csak annyit tároltak, hogy 01, 02, 98, vagy 99, stb. És akkor ha mondjuk 2000-re ugrunk, akkor a 00 esetén most 2000-ről beszélünk, vagy 1900-ról, hát ezt nem lehetett tudni. Sok esetben ez a távcső is szenvedett ettől a hibától, tehát hogyha én mondjuk be akartam a 2000-et állítani, 2000-es évet állítani, akkor nem a 2000-es évet vette figyelembe, hanem az 1900-as évet. Tehát 100 évvel visszaugrottunk az időben. Most ez jelenleg inkább akkor okozott problémát, ha én mondjuk a bolygóknak a pozícióját szerettem volna kiszámolni. A csillagok 100 év alatt azért nem olyan nagyon másznak odébb, de a bolygók igencsak. Tehát lényegében rendelkezett egy ilyen hibával, hogy a 2000-es év után gyakorlatilag meghűlt a meghűlt, így csúnyán megmondott. Lényeg az, hogy pontatlanul számoltak-e a bolygók koordinátáit. Az ígért kép. Itt is megint egy fiatal hölgyeménnyel reklámozzák. Itt már megfigyelhető, talán egy kicsit más a ruhája, nem annyira rövid. Másik, igen. Lekapcsolom esetleg, hogy így jobban látszódjam. Jobb így, vagy visszakapcsoljam a lámpát? Jobb így? Jó, rendben, akkor így marad. Akkor nézzünk tovább, hogyha mindenki kigyönyörködte magát a távcsőben. Itt a kézivezérlője az Ultima 2000-nek. Hát ez már nem volt olyan hatalmas méretű, de eléggé fapadosnak tűnik a szemmel. Nem is igazán értem, hogy hogyan tudta GoTo vezérlést egy ilyen párgombos megoldásból kihozni. Bevallom, arra vonatkozóan nincs információ, milyen gyors és milyen méretű volt a katalógusa. Na, eddig gyakorlatilag a GoTo vezérléses mechanikák is túlzással a kiváltságosok játékszerei voltak. Viszonylag drága volt az áruk, illetve még elterjedés alatt álltak. Az évezred fordulóján azonban legalábbis Amerikában áttörés keletkezett ezen a fronton is, ugyanis beindult a néptávcsövek korszaka. Amikor azt mondta az ember, hogy mindenki GoTo mechanikát vegyen, mert ez milyen jó dolog, így a Celestron is ráállt arra, hogy egyre olcsóbb és olcsóbb távcsövekhez GoTo vezérléses mechanikát adjon. Ennek első példánya volt 1999-ben a Nexstar 5 és 8, ami egy 5 és 8 incses Schmidt-Cassegrain távcsővel szerelt szerkezet volt. Annyi újdonságot jelentett, le van csapva a széle a távcsőnek. Annyi újdonságot jelentett, hogy félkarú volt a mechanika, szegénynek amputálták a másik karját. Valószínűleg ez amiatt volt, hogy ezt a távcsövet elsősorban a vizuális megfigyelők számára tervezték, tehát a fotózáshoz nem volt kellően pontos, nem volt kellően stabil, emiatt azt mondták, hogy akkor legyen
mobilamatőröknek az eszköze, hogy behajítom a kocsiba, és akkor már is ki tudok a városon kívülre szaladni velük. Ha megfigyelitek, a kézi vezérlője már gyakorlatilag a mai kézi vezérlővel egyezik meg. Amit változtatta 99-hez képest a kézi vezérlőkön az az, hogy a firmware, mindjárt megmagyarázom micsoda, az frissíthető. Akkor mi ez a firmware? A kézi, ugye ez egy pici számítógépként funkcionál, ehhez szükség az, hogy egy pici szoftver frusson benne. Most a szoftvert jelen esetben firmware-nek hívják. A kézi vezérlő mai nap, tehát a mostani, az újabb változat a kézi vezérlőnek lehetővé teszi, hogy én az internetről letöltsem, és föltöltsem a kézi vezérlőbe a legfrissebb firmware-t. Miért jó ez nekem? Ugye minden szoftverfejlesztő hibákat rak a programba, ezekben is vannak hibák. Nem szándékosan, lehet, hogy véletlenül ki tudja, mint hogy annak idején az Excelbe is beleraktak egy repülőgép szimulátort. Ebben azért nincs repülőgép szimulátor, de hibák lehetnek. Ha észreveszik a hibákat, akkor lehet frissíteni a firmware-t, letöltöm az internetről, és akkor a hibákat ki tudom küszöbölni. Tudok új funkciókat a kézi vezérlőhöz hozzáadni, az adatbázisát tudom bővíteni. Tehát nagyon rugalmassá teszi a kézi vezérlőt az, hogy én tudom a benne levő szoftverecskét frissíteni. Ez a távcső egyébként 6,5 fok per másodpercet tudott, tehát relatíve gyors volt, nem kellett ott kávészünetre elmennem, hogyha meg akartam keresni vele az égbolton bármit. Szintén a Celestronnak a nevéhez fűződik a következő újítás, 2001-ben a Nexstar GPS. Na, elég sok újdonsággal rendelkezett ez a modell. A méreteket le tudjuk olvasni, hogy háromféle méretben dobták piacra. És ez már teljes kétkarú mechanika volt, tehát nem csak félkarú mechanika volt, sokkal stabilabb volt fotózása, és sokkal jobban használható volt. Ami szintén a fotósoknak kedvezett, az a karbonszálas tubus. Ez annyiban jobb az alumínium tubusoknál, hogy kisebb a hőtágulása, tehát mondjuk az éjszaka során a távcsőnek a fókusza kevéssé mászik el, nem kell annyiszor újraállítani az élességen. Szintén a fotósoknak kedveztek ezzel a megoldással. A másik az úgynevezett fasztár optikai rendszer, ez a következőt jelentette. A Schmidt-Cassegrain távcsövek elején van egy segédtükör. Én a segédtükröt ki tudom szedni, és akkor a helyébe tudok tenni egy kamerát. Ilyenkor nem csinálok más, mint a főtükörnek, ami itt van ugye a végén, annak a primer fókuszában fotózok egy F2-es, tehát egy nagyon fényerős optikai rendszert fogok kapni, ezáltal sokkal gyorsabban meg tudom az objektumoknak a képét, fényét örökíteni. A májusi Meteorban szintén volt egyébként erről egy cikk, hogy hogyan lehet úgymond a... Hogyan lehet... mi volt a cikknek a címe, Attila? Fűrész Gábor írta. Azt hiszem, az apokromatikus távcsöveknek az alternatíváját sorolta föl, és ebben az egyik megoldás volt, hogyha én egy olyan optikai rendszert szeretnék, ami nagyon fényerős, nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudok vele fotózni, akkor egyik megoldás, hogy a Schmidt-Cassegrain távcsövek eléről kiszedem a segédtükröt, és a helyébe egy kamerát teszek. Ez szintén a fotósoknak kedvezett, töredék idő alatt meg tudtam örökíteni egy objektumot, mint mondjuk egy kevésbé fényerős apokromáttal. A másik nagyon nagy újdonság volt a GPS vevő. 2001-ben azért még nem rohangált mindenki GPS-szel a kocsijában, illetve a telefonjában vagy a zsebében. Ez a távcső rendelkezett beépített GPS vevővel, és le tudta kérdezni a műholdakról éppen a betanításhoz szükséges információkat, földrajzi szélesség, hosszúság, dátum, stb. Ami viszont nagyon jó dolog volt, hogy egy kiforrott, jól működő rendszer volt, nem kellett a felhasználónak töketlenkednie, most ugyan megmondtam, hogy betanítsa, hanem egyszerűen bekapcsolta, betanította és működött. Elég pontosan is működött, tehát kevés macera volt vele. Igen, apó alternatívák fotózáshoz, igen, tehát is sorolja fel Fűrész Gábor, hogy hogyan lehet a népszerű és jó minőségű apokromatikus távcsöveket bizonyos szinten kiváltani. A Schmidt-Cassegrain távcsöveknek a primér fókuszában, tehát a főtükrének a primér fókuszában történő fotózás erre egy megoldást nyújt. Na, ezt már túlragoztuk, gyerünk tovább. Azért nem volt fenékig tejfel a Celestron számára az élet. A MIDI észrevette, hogy oppa, ez a Nexstar GPS sorozat nagyon népszerű, bizonyos szempontból fölül is múlja a saját távcsöveit, belerúgunk egyet a konkurenciába. Beperelte ugyanis a Celestront, hogy egy általuk kifejlesztett betanítási algoritmust használ, és hát pereskedés helyett a Celestron nem tudott más tenni, mint hogy fizetett royaltyt, azaz licencdíjat a MIDI-nek. Ez volt a piacon, farkas törvények uralkodnak. Egészségedre.
Azonban ez bizonyos szempontból csak előny volt a Celestron számára, mivel rájött, hogy azért valahogy ezt ki kéne játszani, kifejlesztette a saját betanítási algoritmusát. Ez volt a korábban említett SkyAlign, amíg akkor egy gondolatot befejezem, tehát a SkyAlign megoldással gyakorlatilag be tudom tanítani úgy a mechanikát, hogy nem kell az eget ismernem, hanem csak három fényes pöttyit kiszúrok, és azokat egymás után beállítva be tudom tanítani a mechanikát. Ez teljesen újdonság volt a piacon, különbözött a MID-nek a algoritmusaitól, nem volt gond vele, lehetett a távcsöveket ezzel a betanítási módszerrel forgalmazni. 2002 környékén változás történt a GoTo mechanikáknak a piacán. Eddig, ha visszaemlékezünk, akkor alapvetően villás mechanikákról volt szó, leszámítva mondjuk a MID-nek az LXD 650-750-es távcsöveit. Tehát alapvetően villás mechanikákról beszéltem, azonban felmerült az igény, hogy valami olcsóbb és univerzálisabb megoldást dobjunk a piacra. Ebben nagy segítséget nyújtottak a kínaiak. 2002-re már eléggé sikerült lekoppintani a japánoknak a ekvatóriális mechanikáit a kínai gyártóknak, és akkor így lehetővé tették, hogy olcsón a világ számára minden ekvatóriális mechanikákat gyártsanak. A MID ezt kihasználta, fogta a saját Autostar elnevezésű rendszerét, rápakolta a motorokat és az elektronikát erre a mechanikára, és akkor mindenki számára olcsó ekvatóriális mechanikát hirdetett. Azért ez nem volt annyira sikeres megoldás. Hogyha megfigyeljük, akkor ez egy alumíniumlábra épített szerkezet volt, illetve azt nem látható, de elárulom, mert nektek eléggé gyatra volt a csapágyazása. Fotósoknak hirdette, de gyakorlatilag a fotósok eléggé fanyalogva fogadták, mert nagyon pocsék eredményeket lehetett vele elérni. Szerencsére a MID volt annyira bölcs, hogy továbbfejlesztette a terméket, lecserélte a lábakat acéllábra, illetve a golyós csapágyazta a mechanikát, és így mindjárt egy jobb szerkezetet sikerült megalkotnia. Azért nem volt még tökéletes ez a mechanika sem, például nem rendelkezik az AutoGuider porta, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, fotósoknak ez szinte az alfája és az omegája, de lényeg az, hogy nem rendelkezett ezzel az AutoGuider porta, illetve a másik problémája volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon hangos, nekem volt hozzá szerencsém, olyan, mint a kávédaráló. Hogyha valaki kávédaráló mellett szeret távcsövezni, akkor hajrá. 4,5 fok volt a sebessége, viszonylag gyors volt. Jó hír azonban, hogy a MID lehetővé tette, hogy lebutítsuk a mechanikát. Lehetőség volt arra, hogy 1,5 fok per másodperccel navigáljak. Ez ugye harmadakkor a sebesség, de ebben az esetben már sokkal-sokkal csendesebb volt. Lehetett mellette aludni, a szomszédok nem kiabáltak át, hogy kapcsoljuk le a kávédarálót. Tehát lényeg az, hogy ez már egy sokkal csendesebb konstrukció volt. 30 ezer objektum volt a kézévezélőjében. Úgy gondolom, ez már több, mint elég arra, hogy egy amatőr elboldoguljon vele. A firmware, a kézivezérőben levő kis szoftverecske már a kezdetektől fogva frissíthető volt. Ennek is köszönhető talán, hogy a mai nap igencsak nagy tudással rendelkezik ez a kézivezérlő. Természetesen a konkurencia sem hagyhatta ezt szó nélkül. A Celestron megalkotta a saját advanced, így magyarosan megmondva, EQ-t mechanikáját. Ez már a kezdetektől fogva acéllában érkezett, a mechanika csapágyazása is jobb volt, tehát összességében sokkal jobb konstrukció volt. Ami fontos, rendelkezik AutoGuider porttal. Ha honlapomon esetleg megnézitek a galériát, csomó-csomó a magyar amatőr dolgozik ezzel a mechanikával. Viszonylag jól használható szerkezet is az AutoGuider portja eléggé. Nagy tudásúvá avanzsálja ezt a szerkezetet. 40 ezer objektum van a kézivezélőjében, szerintem most már untig elég, hogy az ember egy életre elboldoguljon. 3 másodperc a sebesség, egy picit még ez is hangos, de nem annyira, mint a MID. Amiért nagyon szeretem és nagyon ajánlom a kezdő vásárlóknak, hogy felhasználó barát a kézivezélője, pontos, jól korrigálja a felhasználói pontatlanságokat. Tehát aki DVD lejátszóval el tud boldogulni, az már az első éjszaka több tucat objektumot kaphat távcső végre. No, a kínaiak eddig a fű alatt tevékenykedtek, 2005-ben azonban kitalálták, hogy most nekik is lesz egy saját mechanikájuk, saját vezélésük, GoTo vezélésük. SkyWatcher, az a Sintának a márkája, az fejlesztette ki a SynScan vezérlést. Ő a SynScan vezérlő. Nem sokban különbözik igazából itt ránézésre a kettő, sok-sok gond van mind a kettőn, eléggé hasonló a kivitelezésük is, talán nem véletlenül.
Annyit érdemes itt megjegyeznem, hogy 2005-ben a Cinta megvette a Celestron, tehát lényegében mind a Celestron, mind a SkyWatcher termékeknek a fejlesztése ugyanabban a cégben zajlik. Ennek is köszönhető a nagy mértékű hasonlóság. Ami nagyon jó üzletpolitika volt a Cinta részéről, hogy a motorokat és a vezérlést azt külön is árulta. Az ember korábban vett egy mechanikát, akkor egyszerűen nem volt más dolga, csak fölcsavarozta, és akkor már is intelligens mechanikához jutott. A katalógusa a mai napra 42.900 objektumot eltárol. Ez is untig elég egy életre, és szintén olyan 3,4 fok a sebessége. Ami miatt egy kicsit még berzengek ettől a mechanikától, hogy fapados a kézi vezérlője. Ennek talán az is lehet az oka, hogy ugye nem olyan régóta fejleszti a SkyWatcher ezt a kézi vezérlőt, és hát bizony, hogy lemaradásban van a Celestronhoz, illetve a Matehez képest. No, a mai legmodernebb mechanika, amit említettem már egy fél mondatban a előadásom elején, az a Mate LTX LS. Ez az úgynevezett light switch technológiával rendelkező modell. Ez gyakorlatilag annyit tud, hogy én bekapcsolom a mechanikát, és szépen benne megkeresi a vízszintest, az északi irányt, minden apró. Az is van benne, igen. Tehát be tudja tanítani önmagát. Van benne egy csomó, gondolom egy GPS vevő, egy csomó elektronika, illetve ami fontos, itt alul megfigyelhető ez a pöcök. Ez nem más, mint egy beépített kamera. Valószínűleg képes arra, hogyha megkeresi mondjuk a csillagot, akkor megnézi, hogy valóban megtalálta, és esetleg a kamerának, a kamera segítségével korrigáljon a pozícióján, illetve a későbbiekben mondjuk akár fényképeket is csináljak ezzel a műszerrel. Gyakorlatilag egy multimédiás eszközről van szó. Azért mondom, hogy multimédiás eszközről, amiben van benne egy beépített hangszóró, illetve lehetőség van arra, hogy külső memóriakártyáról gyakorlatilag előadásokat játszak le magamnak. Föltöltöm mondjuk a ma este legjobb objektumai című túrát, és akkor a távcső egymás után beállítja mondjuk az M13-at, az M57-et, a dumbbell-ködöt, meg egy csomó-csomó objektumot, és ami a legfontosabb, közben hozzám beszél. Elmondja, hogy mit kell tudni mondjuk a dumbbell-ködről, és akkor így gyakorlatilag élvezhetem a show-t. Annyit kell még tudni róla, hogy jelenleg még nem jelent meg, csak a Mate bejelentette, hogy hamarosan ilyen termékük a piacra fog kerülni, lehet emberek gyűjtögetni a pénzt. Ennek az ára csak úgy nagyságrendileg kínó, 1200 és 1400 dollár lesz. Most ez a 15 cm-es modellre vonatkozik, hát át lehet számítani, hogy azért ez még kicsit borsos a magyar amatőröknek, mire ideér. No, eddig alapvetően ugye a Celestronról és a Mate-ről volt szó, kisebb részt a SkyWatcherről. Ennek az az oka, hogy ezek a gyártók voltak azok, amelyek úgymond a tömegtermékeket gyártották. Olcsón, nagy mennyiségben minden amatőr számára elérhetővé tették a GoTo vezérlést. A Vixen is egy szintén egy játékos a GoTo vezérléses termékek piacon. Ugye emlékeztek, hogy 1986-4-ben ők voltak az elsők, akik kifejlesztettek egy vezérlést az ekvatóriális mechanikáik számára. 2006-ban egy másik megoldással, egy új innovatív megoldással jelentkeztek. Ez egy azimutális mechanika, elég érdekes a formája, de amire fölhívnám a figyelmet, ez egy grafikus kijelző. Tehát nem ilyen kétsoros LCD kijelzőn kell nekem az égbolton navigálnom, hanem van hozzá egy LCD kijelző. Bevallom, még az életben nem használtam ezt a mechanikát. Lehet, hogy valakinek jó, annyira Magyarországon nem népszerű. Sebessége szintén ez a átlagosnak mondható 3-4 fok között van, és 22.000 objektum az szintén nagyon sokáig lenyűgözi az embert, hogyha az égbolton akar nézelődni. Utolsó képsorokhoz, vagy utolsó szlájdhoz érkeztünk, az Orion Intelliscope. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert most gonoszan mondhatnám, hogy hamarosan forgalmazni fogjuk, de nem azért, hanem ez valamennyiben hasonlít az előbb említett GoTo rendszerekhez, valamennyiben azonban különbözik. Mik a különbségek? Először is ebben nincsenek motorok. Ezek biomotorral működnek, azaz én taszigálom odébb a dobzon zsámolyt, nekem kell beállítanom az objektumot. Most akkor mondhatjátok, jó, de jó, akkor mi ebben a pláne? A pláne a következő. Van hozzá egy kis kézivezérlő, ott is látható meg a következő képsoron, nagyobban is megnézhetjük. Kijelzi, hogy hol áll a távcső.
Tehát én mondjuk beállítom az M13-ra, és hogyha át akarok az M13-ról állni akármilyen más objektumra, akkor a kézivezelő nekem megmondja, hogy merre, mennyit kell mozgatnom. Nem kell nekem találgatnom, hogy hol van éppen a következő objektum, hanem szépen a nyilak segítségével magam tudok elnavigálni oda. Ez elég sok előnyel rendelkezik. Ugye említettem, hogy nagy méretben az ekvatóriális mechanikák baromi drágák tudnak lenni. A Dobson szerelésnek pont az az előnye, hogy olcsó, jól hordozható szerkezet, ezáltal a nagy távcsövek számára is egy megfizethető alternatívát nyújtanak. Most ez a szerkezet egyesíti gyakorlatilag ezt a relatíva olcsóságot, egyszerű használhatóságot a GoTo funkcionalitással, segít megtalálni nekem az objektumokat. A másik előnye pedig, hogy nincsenek akkumulátorok, nincsenek motorok, amik zajosak, nem keltik fel a szomszédot, stb., hanem egyszerűen a kézivezelőben van egy 9 voltos elem, és ennyi az összes áramforrás, amit ez a szerkezet igényel. Kézivezelőről is mutatok még egy képet. Ilyen lesz, július közepén érkezik, úgyhogy aki eljön majd a remélhetőleg augusztusra, már tuti biztos, hogy itt lesznek, tehát augusztusban az MTT-re, aki el fog jönni, Magyar Távcsöves Találkozóra, az megfigyelheti élőben ennek az Orion Interiszkópnak a működését. Amerikában, meg Nyugat-Európában már piacon van egyébként ez a termék egy ideje, de Magyarországon most mi fogjuk először forgalmazni. Ennyi lett volna az előadásnak a nagy része, most pedig egy kérdésem lenne, hogy volt róla szó, hogy milyen gyorsan mozognak ezek a mechanikák. Ha van, akinek van kedve, tippelje meg, hogy mondjuk így az általunk ismert leggyorsabb GoTo mechanikák a manapság milyen gyorsan navigálnak. Nem feltétlenül amatőr mechanikákra kell gondolni. Tud-e valaki esetleg tippelni, vagy van neked valakinek tippelni? Hány fok per másodperc mondjuk a leggyorsabb mai GoTo mechanika? 10. 12. Lehet licitálni. 12? Hát elég esetleg még további licit. Ugye említettem, hogy általában olyan 3-4-5 fokot tudnak az amatőr mechanikák. Régebben voltak azok a 12 fok per másodperc sebességű szörnyetegek. Esetleg ehhez képest valaki még bátrabb tippet tud-e mondani? No, akkor elárulom, 100 fok. Hogy nem rizsálok, hanem bizonyítékot is hozzak, megmutatom nektek. De valóban ma találtam meg az interneten. Nagyon kell vigyázni, hogy az ember, ha ott van alatta, nehogy fejbe csapja, mert akkor egész biztosan el fog ájulni. Most azt tudni kell, hogy ezek nem ilyen amatőr szintű mechanikák, tehát az áruk valószínűleg egészen borsos, illetve nem ilyen 10-15 centis, 20 centis távcsövek számára javasoltak. No. Ez egy olyan méter körüli távcső lehet, tehát elég gyorsan megmozgatja a mechanika. Nem tudom. Esetleg, hogy ha van valami gamma felvinnalás, nem tudom, az mennyi ideig tart, akkor arra gyorsan rá. No, van egy másik is, szintén ugyanerről a mechanikáról. Ez egy valószínűleg egy 14-szoros, tehát egy 35 centis Schmidt-Cassegrain távcső. Tehát ha valaki nagyon el van eresztve, akkor vehet ilyet a C14-je alá. Bár lehet, hogy balesetvédelmi oktatásban kell előtte részesíteni az illetőt. Eljusztírozza a távcsőt. Igen. No, ennyi lesz volna az előadás. Én köszönöm a figyelmet. Ha valakinek van esetleg kérdés, akkor most bátran fölteheti. Ha nincs, akkor átadom a szót Attilának, és folytatódhat a program. Igen, kérdés. Kérdés. De csak egy... Itt ez az enkóderes Orion Dobsonnal kapcsolatban jutott eszembe, hogy közös emlékeim vannak, hogy úgy 10 évvel ezelőtt a Vixen szintén forgalmazott ilyen enkóderes cuccokat. Voltak. Azért mutál is, hogy ekvatóriális mechanikán. Azt már nem tudom. Mert régebben ekvatóriális mechanikára is gyártottak ilyen enkóderes megoldásokat. Tehát amikor gyakorlatilag nekem kellett manuálisan mozgatni a távcsövet, csak az enkóder figyelt, hogy merre mennyit mozog. Csak ugye a GoTo mechanikás szerkezetek kiszorították a piacról ezt a fajta megoldást.
lusta amerikai amatőröknek neki jelent a cigálni a távcsövet, a motor oda viszi. Dobzonok esetében ez kicsit macerásabb megoldás. Ha már itt a piaci híreknél járunk, volt róla szó, hogy a Skywatcher piacra dob egy GoTo vezéréses dobzon távcsövet is. De jelenleg a Project nem tudom, hogy fogalmazzam, csődbe ment, tehát nem csődbe ment, hanem ellett halasztott, talán ez a legjobb szó. Tehát lényegében dobzon távcsövek jelenleg az Orionnak a pusztú megoldása a legfejlettebb arra, hogy megtaláljam az objektumokat. Tulajdonképpen nem is akkora feladat. Hát addig kell taszigálni, amíg gondolom érsz. Úgyhogy tulajdonképpen tök jó. Szegény ember gottulja, hogy jól mondtad. Van valami maxutóvos híred, érdekességed, ami kurrens és nem kimondottan gotus témára hajaz? Hát nem tudom, hogy te milyen gondolsz. Itt szabadon ki lehet mondani, maxutóv, meg mindenféle ilyesmi, nem a tévében vagyunk. Nagyon reklámozzam magamat, erre gondolsz? Hát, hogyha van újdonság, hát azért hívtunk ide. Jó. Asztrofotózáshoz manapság eléggé kurrens téma az amatőrök között. Ha valakit érdekel az asztrofotózás, meg akar vele ismerkedni, akkor a honlapomon van egy lehetőség, hogy feliratkozzon az ember asztrofotós cikk sorozatra. Egy 12 sorozatban álló cikkhez juthat így hozzá, megismerkedhet az ember mondjuk, hogy melyik kamera mire jó, hogyan kell fókuszálni, hogyan kell pontosan pólusra állni, hogyan lehet mondjuk autoguide-olni, hogyan kell a felvételeket feldolgozni. Tehát alapvetően ez egy eléggé átfogó cikk sorozata a kezdetektől azt nem mondom, hogy profi szintig, de mondjuk egy eléggé átfogó cikk sorozat ahhoz, hogy az ember el tudjon indulni az asztrofotós pályáján. Talán az egyik újdonság ez. Mit mondjak még? Szeretném azt mondani, hogy ősszel mi, ugye nem sokára végre lesz a sorozatnak, ősszel ismét Szent Marathoni Béla nevét fogja majd viselni a keddi sorozat, és amatőr. Rebb témájú. Igazából ez az előadás is ad a passz volt volna jobban, amit most hallhattunk. Ilyen amatőrebb témájú észlelési gyakorlati sorozatot szeretnénk csinálni, és hát abban majd szeretnénk ismét viszont látni, és hogyha vannak ötleteid, és akár előadás ötleteid, ember ötleteid, akkor szívesen várjuk az amatőr társakat, minél szélesebb körből szeretnénk meríteni. Jó, örömmel jövök. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Go to Polaris. Az a távcső, amit mutogattál, az halálosan balesetveszélyes, úgyhogy ilyen fekete-sárga rácsra kéne megfesteni. Nagyon érdekes volt. Jó, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást.